Nyali, hogy mindenkinek, áldassék a gyümölcs, én Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna. Gyorsan a hirdetmények az elején ismételten megtámadták az éttermünknek a honlapját, a foglalási rendszerét, éppen ezért megújult az étteremnek a foglalási rendszere. Pofon egyszerű, nagyon könnyű, elképesztően egy gyerek is képes foglalni, bár bízunk benne azért, hogy szülői segítséggel fogja mindezt megtenni. A lényeg az, hogy a héten Európa első unikornis tematikájú éttermében étlapváltást tervezünk elkövet úgyhogy hát tessék, tessék hozzánk jönni. A hétvége az már egyébként most nagyon karcos, de ettől függetlenül hát várunk titeket hétköznap. Egy kicsit szellősebb időpontban szeretné jönni, akkor azt ajánlom, hogy nem lehet ezt így belőni, tehát hogy ezt nevet készpénznek, de mondjuk a hétfőket szerda Déltől négyig időszak, olyankor azért lehet nálunk asztalt kapni, úgyhogy várunk titeket sok-sok szeretettel, mindenféle földi jóval, finomsággal megújult ö, étlappal, kínálattal, szortimentel. A másik pedig, hogy ne felejtsétek el, hogy még mindig tart, még két hétig tart az a felhívásom, ahol keresem a legjobb shorts vágót, rövid videó vágót, vagy hát ilyen shorts készítőt, nem tudom, hogy ezt, lehet ezt egyébként vágásnak nevezni, tehát az a lényeg, hogy most már nem tudom, van 5-600 itt fent, de találd meg ebből a legjobbat számodra, a legviccesebbet, legtanulságosabbat, legkringebbet, legdurvábbat, legjobbat, és vágj ki belőle, mit tudom én, egy fél percet, egy percet, és töltsd fel a TikTokra. Fontos az, hogy eddig nem adtam támpontokat, de azért nem baj az, hogyha feliratozza van, vagy esetleg valamilyen különböző, nem tudom, klippartokat, grafikákat ö ö mindenféle kis, kis színes, finom dolgokat belevágsz. Az a lényeg, hogy nagyjából két hét múlva, nyilván ahogy idő engedi, ezeket látom, minél többet csinálsz, nyilván annál többet látom. Be kell jelölni, be kell tegelni rajta az Oswald Zsolt per Zsótime TikTok oldalt, majd ezt leteszem ide a leírásba. Szóval és akkor ö, ö, Kiválasztunk egy valakit, akivel szeretnénk együtt dolgozni, és ezt az egy valakit, akit kiválasztunk, egyébként ezer forinttal meg is jutalmazzuk. Úgyhogy tessék, TikTokra, illetve Instára feltölteni nekünk az is egy nagyon nagy platform, ezeket a kis rövid videókat. Legyenek minél pörgösebbek, viccesebbek, és legyek rajta sovány. Köszönöm szépen, ennyi, ennyi a feladat, talán ezzel kapcsolatban mindent elmondtam. Na! Ö nézed a pulcsimat, mi, hogy milyen jó. Egyébként nemrég egy, egy ismerősöm bementem az irodájukba, és mondta, hogy azt tudtad, hogy, hogy nem, nem előnyös olyan állat színét viselni magadon, amire hasonlítasz? Nem egészen értettem, hogy hogy, hogy jövök én a flamingókhoz, de minden esetre nem, nem értem, hogy miért van ez a szabály. Na, de ha már túljutott el azon, hogy milyen a hajam, egyébként nem volt ilyen, Nyíl legyenes volt, csak aztán elolvastam pár cikket, és begöndörödött. Mert hogy az van, hogy kezdem azt érezni, hogy én egy, hogy én egy bohózatban élek, vagy egy komédiában, egészen pontosan egy tragikomédiában. A dolgok, amiről beszélni fogok, arra engednek következtetni, hogy A. megőrültem, B. azok őrültek meg, akikről beszélek, C. meghaltam, és a pokolba kerültem, tehát valamit nagyon elkurhattam a, a, az életem során. Uh, egyébként uh, amivel kezdek, az most egy múlt heti finomság, és már biztos mindenki beszélt róla, le is rágta, de azért szeretném az unokáimnak itt is megőrizni, legyen róla tárgyi bizonyíték. Ugyanis Gönci Gábor és Marsi Anikó hát beballogott a Blick -be elég keményen, ahol Ancsa egy adott műsoron belül uh, két uh, állítást is tett, az egyik az, hogy ő nem iszik, a második pedig, hogy ők vérprofi híradósok, még uh, erőszellő párosnál is jobbak. Nézzétek, nagyon egyszerű válaszom van erre, én hiszek abban, amit csinálok, és mindig is hittem, tehát az életemben minden feladatot úgy vállaltam el, hogy hiszek benne. Ha nem hinnék benne, nem tudnám csinálni és egész biztosan nem tudnám jól csinálni. És akkor erre mit lehet mondani, nem? Mert, mert az ember annak a foci csapatnak drukkol, hogy a fiúkat vagy a lányokat szereti, melyik Istenben hisz, kire szava. Szerintem ezek olyan dolgok, ami ez egy privát ügy. Tehát ez, ez az én dolgom, ha hiszek benne, ezért engem nem lehet bántani. Lehet, de csak lehet, hogy ők voltak azok, akik a választások előtt azt mondták, hogy menjenek el szavazni az emberek, és ők is Orbán Viktorra foglak. Vagy nem ők voltak? Mégsem olyan magánügy az, hogy kire szavazol? Híradós létedre? Hmm, basszus! Őt nem lehet ezért bántani. Minket persze lehet. Minket mindennel össze lehet mosni, azért, mert, mert szabadon akarunk szeretni. Nem ez az a híradó, amit ordinári mocskos módon hazudnak, de előtte-utána lemegy egy olyan társadalmi célú hirdetés, hogy a kislány jön haza az iskolából, és azt mondja, hogy nem írtak matek dolgozatot, mert transzvesztiták meséltek nekik a, a nem átalakító műtétről? Nem, nem ez. De akkor melyik lehet az basszus? Na mindegy, ezt figyeld, Ancsa ezt is megfejelte. Én meg rendkívül szerénytelenül annyit gondolok, hogy mi vérprofi televíziósok vagyunk. A Gábor is, és én is. Mi ezt a szakmát tanultuk, és űzzük. És nem csak annyi feladatunk van, hogy beüljünk egy kamera elé, és elmondjuk súgógépről öt darab mondatot, hanem ennél sokkal komplexebb dolgokra is képesek vagyunk. Szerintem magas színvonalon. És én azt gondolom, hogy ez a mi szakmánk, amit egyébként televíziós újságírónak szeretek én hívni, ez valahol ott kezdődik, hogy átlátod egy műsornak a felépítését, és abban ha muszáj, minden elemet meg tudsz csinálni. Mi? Erős szellő. De fura, ezt így még nem mondtam ki így egymás után, de... Hogyha így belegondolok, akkor ennyire örülök időjárást is jelenthetnének, nem? Szerintem az lenne az igazi. Na, de vissza a, a fontos dolgokhoz. Szóval, Ancsi azt, azt azt mondja, hogy hát letette a cefrét, majd állít egy olyat, amit egyébként kettő kötően négy deci fagyálló elfogyasztása után így lenne csak indokolt mondani, hogy ők ugye vérprofi híradósok. És most nem mennék bele abba, hogy volt idő, amikor mondjuk a Gönci úr még a transzsexualitást üdvözlendőnek tartotta, és a és jegyében még egyébként dokumentumfilmet is készített róla, hegyen meg. Hát igen, nem futott jól lehet az a mulatos lagzi zenekar, aminek a front volt, így hát mondjuk egy szabad szemmel is jól látható összegért elállt hazudni a kormány médiába. Nincsen ezzel olyan nagy probléma. Ja, de van. Na mindegy. De, de Ancsa, hát ő mondta ki a szájával, hogy hát ők bizony vérprofik. Vérprofik. Amúgy lehet, hogy ők már ö, nem tudnak igazat mondani. Tehát ők egyszerűen nem tudnak máshogy. Mars és a Gönci, hogy így kamerát lát, vagy, vagy, vagy mikroportot kapnak, így azonnal így átkapcsolnak, hogy akkor hazudni kell. És hazudnak, érted? Folyamatosan. És... Ö, de ez ilyen berögződés nekik, tehát hogy le lehet, hogy nem is kéne ezért elítélni őket, nem? Mert, mert simán lehet, hogy ez valami valamilyen mentális zavar. A Stockholm-szindróma jutott először eszembe, de ott az van, hogy a fogvatartotthoz kezdesz el ragaszkodni, és a végén már nem is vagy fogvatartott, de hát azért itt szerintem a fogvatartásról nincs szó, legalábbis ugye a havi utalásokat tekintve az, az nem biztos, hogy egy fogság. Na mindegy, lehet, hogy nekik van valami mentális zavaruk, ami miatt notorikus hazudozók, és én meg itt patkánykodom velük, úgyhogy ha ilyen van, és ez mondjuk diagnosztizált, és arról a papírjuk, akkor elnézést. Még egy bizonyíték arra, hogy hát Marsi megveti az italt, mármint amit nem lehet meggyújtani értelem szerűen mert hogy miután elmondta, hogy mennyire vért profik, azt is elmondta, hogy miért ennyire vért profik. És figyeld, Azért, mert ő nem csak felolvassa a híreket, ő nem csak egy bólogató János, ő, ő, bizony egy újságíró, egy szerkesztő, riporter. Hát Érted? Tehát, hogy, hogy ők, ők nem csak úgy odaülnek, felolvasgatnak valamit a sugóról, nem, ők azt pontosan tudják. Tehát a konkrétan, hogy részt vesz a hírhamisításban, és osztály része van a legtöbbször helyreigazításra utasított hírműsor készítésében. Biztos erre is van mentség. De hogyha mégsem lenne, akkor ö, nézzük meg, hogyha nem is, nem is mondjuk a, a, az erkölcsi oldalát nézzük, akkor nézzük a jogi oldalról, hogy mi is ezzel a baj. Hát az, hogy drága ancsa, lehet, hogy akkor még volt benne egy kevés, korábban eskü alatt vallotta, hogy ö, hát konkrétan ennek a szöges ellentétjét, és azt mondta, hogy ő csak bizony felolvassa a sokógépet. Antsa. Kora reggel a kétdekás kevert nem teszám jót, hidd el nekem, tapasztalatból beszélek. Oké, okay, az alkohol a tevéredben lehet, hogy cukor helyett baszott nagy hazugságokká bomlik le, és ezeket mindenképpen ki kell valahogy ejtened a szádon, és ki kell magadból üritenednek, mert különben elrohadnál és felrobbannál. De komolyan nincsen a tv 2 nél egy, egy, egy ember, aki ezt kordába tartsa, ki azt mondja a Luigi hogy figyú, euh, amit a híradósaink nyilatkoztak, azt küldjétek már át, aztán euh, átnéznénk, tehát hogy, hogy mi, ne, ne, senki nem, nem, nem kérte ezt a jóváhagyásra. Vagy már tényleg ennyire mindegy, mert hogy tudják, hogy kb. bármit megtehetnek, úgysem lesz következménye. Érdekes, mi? És persze, hát elégedetlenkedhetek azon, hogy a, az ország vezető hírműsorába úgy ferdítenek, hamisítgatnak meg híreket, hogy ja, és mindezt egyébként az én pénzemből finanszírozzák, hogy, hogy tulajdonképpen tényleg, tehát hogy, hogy, ezért, ezért máshol életfogytiglan járnak körülbelül, de azért az mégiscsak a gátlástalanság, ne továbbja, nem? Hogy ezt valaki így odavágja egy ilyen műsorba. És még egyszer, tehát a TV2 Tények című hírműsorát többször is elmarasztalták a valótlan állításokért. Konkrétan a legtöbbször elmarasztalt hírműsor a tények, tehát hogy egyszerűen... Van olyan, van olyan helyreigazítás, amit nem tudnak adásba beolvasni, mert kitölteni az adásidőt, akkor áthazudtak érted? Konkrétan emberi életeket tettek, tönkre karriereket zúztak szét, történelmet hamisítottak, és szemmel láthatóan még csak nem is szégyelik, Sőt, azt mondják, hogy ők ebben hisznek. És... Ö megértem mondjuk, hogy ha millé mint a gödény, hát a ezt józanul, érted? És itt nem politikai oldalak állnak egymással szembe, tehát félretés ne esik, itt tök mindegy, hogy én ellenzéki, vagy, 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 kormánypárti vagyok, és nagyon bízom benne, hogy a kormánypártiak is azt gondolják, hogy, hogy, ez így nem oké, mert itt egyszerűen az igazság áll szemben a hazugsággal, és amikor már az, a médiahatóság, ami szintén egyébként a kormány kezébe van, még ők sem tudják kimosni őket a szarból, mert egyszerűen szemen hazugságot állítanak, az probléma. És azt gondolom, hogy egy híradósnak felelőssége van abban, hogy mit olvas fel. Még ha szerkeszti, akkor meg ugye pláne. Na. de egyébként még egy magyarázat lehet erre a bicskanyitogató viselkedésre, amit ott lett a, Ablikben, blikben, mármint a, a, már a, a, a két kívül. Az pedig a hír, amitől már napok óta nem lehet szabadulni, ezért bármit megnyitni, és amikor az Adélnak bejött a Hello című szám, hogy bárhol kapcsoltál, még a Mária rádión is a Hello szólt, érted? Na ez olyan, hogy, hogy kinyitod, és megint újra, újra, most egy picit hagytuk pihenni, de most megint címlapon van a drogos énekesnő, ugye csak így, vezetékneve drogos, keresztneve énekesnő. Tehát az van, hogy ugye a drogos énekesnő feldobta a dillereket. Ezért ő ugye nagyon veszélyben van, retteg, egy neve kérő informátor szerint, a sztárok pedig nem jutnak cuchoz. Pazd meg! Érted? Figyelj, egyébként beszéltem nemrég a potyondival, és fixen nem igaz. Legalábbis ő azt állítja. Úgyhogy, na mindegy. De hogy, de hogy, hogy napokig ez egy hír, hogy a sztárok nem jutnak kokainhoz, mert hogy feldobta őket a, a drogos énekesnő, hát figyelj, így azért elgondolkodtam, hogy mi az, ami ezzel a hírrel úgy vetekszik? Tehát vannak falvak, ahol ugye enni nem tudnak, meg hát pedig őket fel sem dobta a drogos énekesnő, de egyébként még itt Budapesten is szerintem vannak olyanok, akiknek kenyére nem telik konkrétan. De hát na, mindenkinek, hogy, hogy szokták mondani? Mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Azért egy pillanatot még kell várnom arra, hogy igazi sajnálatot érezzek a, a, a sztárok iránt, hogy ezen a hétvégén marad a, a meg a Technokol, meg egyébként a rutinosabbaknak mondjuk a, a, az öngyújtógáz. Vagy ha legrutinosabbak, ugye összetörik, a rivót, aztán orba hagy szóljon. Na mindegy, vagy akár morfium tapasztív fölé. Tehát vannak itt megoldások, azt gondolom, vannak itt finomságok, de de talán a legnagyobb kérdés, hogy hogy fognak így guggolni hétvégén a Rötyin a, titkos budai celeppartin ezek a, ezek a sztáro, sztárocskák. Ajajajaj. meg hát így nem fog fogyni a vitamin koktél, tudod, a, a, az, in, az infravénás, infra, intra, mindegy, vizés, belő, na, infúziós vitamin koktél. Az kurva jó, mert az András Doki mondta, hogy, hogy árulják, mint a szemét ezeket, a, ezeket az ilyen ö, vitaminkoktélokat, amik ugyanúgy szívódnak fel a tablettában veszed be, de hát így sokkal több pénzt el lehet kérni, mert így jobban elisztik. Állítólag izéparti után szoktak sztárocskák megrendelni otthonra egy ilyen kis leeresztést. Hát lehet, hogy helyre lehet tőle jönni, nem tudom. Én annó, még lánykoromban kialudtam. 67 kiló voltam, de szép is volt. Na, ja, ja, hát majd elfelejtettem, hát a Szabó a lánya most is alakított, figyelj! Még lehet, hogy időben elér. Ő viszont lehet, hogy még időben elérte a kontaktját, mert hogy sikerült élőadásban konkrétan megalázni a Miller Dávid kollégáját. Um. a magyarok nagy százaléka miért elégedetlen a munkahelyével, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az én pozitív gondolatom, Na. Dávid, hogy én hogy? nagyon elégedett vagyok, én nagyon szeretek ide hozzátok bejönni, hát, amikor te vagy kevésbé, de mindegy. Éh... Akkor elmegyek, iszom egy kávét, hogyha nem arról volt szó, hogy ki hogy érzi magát a munkahelyén, és mondta a Zsóf, hogy hát ő nagyon jól érzi magát a munkahelyén, mondjuk akkor kevésbé, amikor a Dáviddal kell műsort vezetni. És tudod, először azt ha, nincs nincsen humor érzéke, de nevessünk rajta kínosan, hát ha jó lesz. Nem lett jó, megfelelte, tehát hogy ő gondolta, hogy, hogy, akkor, hogy akkor ezt négyzetre emeli. tényleg? Tényleg nem ez vagy, amikor én itt vagyok? Nem, most akkor álljál bele, hogy ez a vélemény. Hát figyelj, többen vagyunk itt műsorvezetők, és végül is te nekem a sor végén vagy. Jó. Még megszoktam, hiszen az összes tornasornak a végén helyezkedtem el eddig is, úgyhogy végül is ez ezután sincsen másképp. Az én pozitív gondolatom, hogy a jóból keveset adnak. Tehát, összevetve ez érthető. Tehát mondjuk valószínűleg, hogy egy kecske esetében lehetne elégedett egyedül a lányzó, mert hogy ott van mondjuk némi esély a szellemi fölényre. Uh, így, így, viszont, viszont bárkivel kell műsort vezetnie, biztos nagyon durva komplexusai lehetnek. Na mindegy. Szóval, hogy tényleg azt hittem, hogy ez egy ilyen klikbét és vicc és haha, -ha -ha, de nem, mert hogy ez a pronyó megfejelte azzal, hogy közölte a mellett ülő társával élő adásban, hogy hát így a szeretet listán ő a legutolsó a kollégái közül. Mi van? Léci! Ugye én tényleg egy tacajparaszt tudok lenni, én tényleg tudok, nagyon bunkó lenni, hát ismertek, tehát azért ki tudok mondani olyan dolgokat, meg na. De nem látom azt a helyzetet, hogy, hogy valakivel, valakivel, akivel együtt vezetek műsort, akivel nincsen konfliktusom, akit csak azért, hogy belemarjak, belérúgjak, azt mondjam neki, hogy téged szeretlek a legkevésbé. Zsófi, Mondtam már, hazudj. Ennyiért, ennyiért kell tudnod. Aj, Istenem, egyébként mi, mi, köz, mi közem ehhez? Meg miért bántja szegény kis srácot? Egyébként azóta nagyon bírom a Dávidot, hogy láttam a vörös verében meztelenül. De hát itt most konkrétan azért megsajnáltam. És azon gondolkoztam, hogy miért nem küldi el senki a picsába ezt a, ezt a lányt ott. De tényleg, tehát hogy... Az, azon gondolkozom, hogy kivel kurhat ez, vagy milyen üzleti titkot tud ő, vagy mit hozott át a tv 2 től vagy mit vinne át a tv 2 höz hogy őt így ott tartják. Könyörgöm a reggelinek, hogy hívjanak be egyszer főzni, amikor a zsófion egy egész adást hagy csak ezzel a lányjal. Figyelj, én imádnám, fizetek érte, konkrétan fizetek érte, csak tegyetek már be egy adásba, vagy bármilyen egy adásba tegyetek össze a szabó zsófival, éjci. És nem az mert utálom, mert nincs, nincs ilyen, tehát nem, nem úgy kelek, hogy most ma, ma utálom a szabó zsófit, de egyszerűen. Egyszerűen nem értem. Hogy rémtehetséges műsorvezetők, hostok, műsorvezető nők szaladgálnak össze-vissza a városban, ki eldugott kis vidéki tévéknél. Ez a tablettartó meg ott, ott ő, ő meg ott megmondja Miller-Dávidnak, hogy utálja. Na mindegy. Várunk, um, várunk, mert most már azért csak elérünk oda lassan, tehát meg ki kell várni, hogy mondjuk mikor köpi szembe a szabadságét, vagy rúgja fel a Pellert előadásban. Um, ki kell várni. Nem tudom, mit tudhat a lány, de igaza van apámnak. Akinél a pina, annál a hatalom. Amúgy itt szeretném megidézni, hogy az öreg elkezdett tinderezni, és egy nem megerősített forrásból ott azt is tudom, hogy a közös képünkkel teszi mindezt, szóval ő keres Sunát a tinderen, nem én. Tehát, hogyha látsz egy engem, meg egy 60 éves engem, akkor, akkor szeretném jelezni, hogy, hogy nem én keresek nőt a tinderen. Köszi. Amúgy nem sokkal jön a pápa, csak mondom, összekéne kéne szedned magadat, mert csóró leszáll a gépről, és meggyullad, amennyi bűn van ebben az országban, de komolyan. Csináltak neki egyébként himnuszt is, két himnuszt, egy himnuszt, meg egy fohász, bár egyébként a himnusz az az Istenhez való fohász, de mindegy, most ebben nem menjünk bele. Viszont nem voltam hajlandó meghallgatni, miután láttam, hogy kikéneklik, mert hogy mert hogy, mert hogy hiányérzetem volt. Egy szegény Tóth Gabi ezért adta fel magát. És hol a nagyferó? Ők hol, hol maradtak a foházból? Hálátlan banda ezt, tudod? Mert szegény Gabit most már csak egy ner kávézóba hívják el, hogy főzzön már le néhány presszót, aztán mondja már fel, a, 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 hogy hogyan jelent meg neki a Jézus Orbán Viktor képébe, érted? Elmondta, kétségtelen elmondta, de, de, de most érted, mi van? Gabi barista lett, érted? Ő lett a ner baristája. A Kárpátok Madonája címet kikérte magának, szerintem a, a ner barista sokkal jobban hangzik. Na mindegy, szóval elmondta, hogy, hogy miért, hogy, hogy, hogy meg, mind, meg, meg megvallotta a hitét, meg hát azt is elmondta, hogy nem könnyű neki manapság egy ilyen karaktermészállás, gyilkosságban, gal, ö, hát érdekes, báncsa őt az a csúnya bal oldal, érted? Ilyen ez egyébként engem, meg azt hittem, hogy elkezdenek füvet nyírni. Mert hogy hétvégén reggel héttől azt csinálták itt körülöttünk, füvet nyírtak. De valószínűleg nem egy ilyen fűnyírógéppel, hanem egy sugármeghajtású repülőgépnek a motorjával lehetett, sugárhajtóművel, mert olyan hangja volt, hogy mozgott a lámpa. Na, szóval hogy bántsa a Gabita csúnya baloldon, Gabi, kérdezed engem, meg bánta a csúnya jobb oldal, de hát ez ilyen, aki kurvának meg ne csodálkozzon, tudod, hogyha megrakják. Ö, ne, ne legyél én egyébként azt nem szeretem, de, de, hogy, na, hát van egy bizonyos tűré, tűrési kötelezettség, de mondta, hogy a Kárpátok Madonna jelzőt már fel se veszi, hát az azért eléggé lent van, megértem, megértem. Meg amúgy azt is mondta, hogy ő nem fél a kérdésektől, és hát bármikor az interjút bárkinek, ez az idióta 444 meg el is hitte mindezt. Istenem, mennyire naívak. Ezt figyeld? Gondoljonnak. Bárkivel leülök beszélgetni, nagyon szívesen. Tehát a kérdése van, vagy baja van velem, nem tetszik valami én, nem félek a rossz kérdésektől. Szinkóci Sándor, vagyok a 444-től. Egy rövid interjút, interjút készítettünk. Az... Nem. Azt mondtad, hogy nem félsz a kérdésektől, tudunk egy rövid interjút csinálni? Hú. Meg volt a beszélgetés. Hú. Na hát így, így, ad, így, ad, bátor interjút a Tóth Gabi. Ah, imádom ezt a nőt amúgy. Ezt a, ilyen nő kéne mindenhova, vagy előugjön, hogy, hogy ja! Nem. Az a, az a, baj, hogy a Fidesznek már jóval előbb ki kellett volna rendelnie egy, 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 egy ilyen, izé, egy, 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 ilyen birkózónőt, egy, ilyen mi ez? Egy ilyen portás asszonyt ki kellett volna a Gabi mellé rendelnie. Sajnos, sajnos, ezt, sajnos ezzel elkéstek, mert, mert Gabi száján sok olyan dolog jött ki, a amivel aztán tényleg egy népharagot sikerült magára zúdítania. Na mindegy, de imádom, imádom. Most már végre van egy, van egy igazi nerharcos a Gabi mellett, aki, aki rendbe tesz itt az interjú kéréseket. Nincs. Úgy kész. Hogy látod, hogy, hogy tanul a kisasszony, mert egyébként, hogyha mindent összevetsz, kinél látsz még ilyen védelmet és együttműködést, és, és ennyire, ennyire, ennyire sarkos, ennyire kicentizett, ennyire, ennyire jól megkomponált ö, sajtóhárítás, hát tulajdonképpen bármelyik kormánytagnál láthatod. Na mindegy, hát Gabi jópap is holtig tanul, de mondjuk ezekről az arcokról azért vagyunk, hogy hetente szó van, és megvárjuk. Jó mentő, ha, nem értem, jönnek. Szóval, na, ezekről, ezekről, az arcokról azért többnyire sűrűn van szó a csatornán, és persze jó rajtuk vihogni, cringelni, és, és szeretem is ezeket kiventilálni magamból. Olcsóbb, jóval olcsóbb, nem kell pszichológusra költenem, és még ugye a reklámbevételből pénzt is kapok, tehát ezért nincs itt, nincs, itt, nincs itt, ezzel tulajdonképpen probléma. Viszont most van új a nap alatt, és megmondom az igazat, gondolkodtam rajta, hogy egy ilyen komolyabb hangvételű videót szenteljek-e ennek, de, de, aztán rájöttem, hogy, hogy inkább, inkább majd majd ott úgy ahol senki nem lát, hogy nem, nem nem fogok. Tehát egyszerűen, egyszerűen valószínűleg ez is a cél, az a, hogy majd tudják kérni, de megint sivalkodnak, meg majd megint meg, meg megint ö, 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 sajnáltatják magukat és, és társai és nem fogok belemenni abba a játékba, nem, nem fogok az ő játékszabályaik szerint ö, játszani, majd nem tudom, kien, kiengedem egyszer a, a gőzt, és nem végig szaladgálok mesztelenül a Deák téren megőrülten. Ö, szóval, na mindegy, az a lényeg, hogy a múlt héten szerencsére aláírták a törvényt, amit azért kellett egyébként létrehozni, mert hogy olyan baszott korruptak vagyunk, hogy az EU egy kanyivasat nem utal el a döbröginek. Na mindegy, szóval összedobtak egy törvényt, és... Ö, amiben a korrupció ellen lépünk fel, és hát ezzel ellen törvénykezünk is, de ezek a szarháziak belcsempésztek megint egy olyan passzust, amivel egyébként meg lehet rángatni megint a buzikat. Tök jó. Konkrétan azt, tartalmaz, azt tartalmazza a, 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 ez, a, ez a törvény, hogy, hogy törvény adta jogod lesz feljelenteni a, 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 a buzincsákat. Na, de nem mindet, és, és nem is csak a sima buzincsákat, mert hogy az 50. paragrafus konkrétan lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy névtelenül feljelentsék a hatóságoknál azokat az azonos nemű párokat, akik gyermeket nevelnek. Hagyok időt, emézd meg, melegítsél fel nyugodtan egy vajazókést, és szúrd bele a hallójáratodba, megvárom. Nincsen ezzel probléma. Oké, okay. emlékszel még a fagyálóra? Marsi most húzná meg. Szóval, gondolhatod, hogy ez egy baromság, hiszen hát úgy is tudják, hogy kik, az, az, kik, azok a párok, hát ők hagyták jóvá, csak hogy valamit elfelejtesz, és azt láttam a kommentekben, hogy hát minek, hát ez nem, hát ez teljesen értelmetlen, mert hogy ők hagyták jóvá, és hogy, és hogy mit tudnának csinálni, csak hogy itt nem ezekről van szó, tehát nem az örökbefogadó szülőkről, kezdjük az elején, meleg pár nem fogadhat örökbe gyereket, tehát hogy egyedülálló szülőként fogadhatsz örökbe, az örökbefogadás alkalmasságának megállapítása, akkor nyilván nyilatkoznod kell arról, hogy te egy azonos nemű emberrel élsz együtt, és hogy ti melegek vagytok, és társai belenéznek a seggedbe is, úgy szoktam mondani, és nem úgy, ahogy az sokaknak jó. Tehát, hogy akkor, akkor az, ott, akkor az ott, ott nyilván kiderül, és ezt rögzítik is, tehát nyilvántartásban vagy véve, hanem itt, itt pontosan, pontosan arról van szó, akik mondjuk nem hivatalosan. Tehát, hogy ez a törvény tényleg nem, nem róluk szól, hanem azokról a párokról, akik nem örökbefogadó szülők hivatalosan, tehát nincsen nekik papírjuk arról, hogy alkalmasak erre, hanem mondjuk, vagy nem, vagy nem került az ügyük nyilvánosságra, nem találkoztunk vele a sajtóban, vagy akárcsak nem találkozott vele a gyámügy, hanem mondjuk csak úgy alakult. Mondok egy példát, hogy értsd, hogy ö, ott van mondjuk Edith, akinek született egy gyereke, de aztán rájött, hogy ő leszbikus mégiscsak, de vagy lehet, hogy csak biszexuális. És Edit megismerkedik mondjuk Petrával, és együtt nevelik a kis Gábort, aki megszületett, de közben van az apukának is ő, láthatási joga kint de egyébként ők egy háztartásban élnek a két csaj, meg a kis Gábor. És akkor jön Edda a másodikról, aki ezt kiszagolja, és jól bejelenti őket, mert hogy erre most már ugye a törvény adta lehetősége is van. Aztán kimegy a fekete, vagyis a gyámhatóság, környezettanulmányra. Nyilvántartásba veszi őket, rátetoválnak a számot, vagyis na, dokumentálják a, a, az adataikat, majd, 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 elkezdik őket ellenőrizni, hiányosságokat feltárni és társai. És hát ugye tökéletes család nincs. Szeretném hogy nem gondolom egyébként, hogy kiszakítanák Gábort a családból, bár ki tudja, hogy ugye, hova tudnék fajulni ez a dolog három évvel ezelőtt még nem gondoltam volna azt sem, hogy egy törvényben fogok, tehát, hogy, hogy, a melegellenes törvényt nevez, tehát a pedofil ellenes törvényből egy melegellenes törvényt sikerült csinálni, és azt se gondoltam, hogy Szájer József egy gangbang parti után az alkotmányba rögzíti azt, hogy ki a férfi és ki a nő. Vajon egyébként ő ezt ott tárta fel? Ez egy fontos kérdés, hogy Szájer József pontosan honnan tudja, hogy ki a férfi, ki a nő, mert azért egy ilyen parti nehéz eldönteni, Anna. Mindegy. Szóval nem gondolnám, hogy Gábort elvennék Petráéktól, de lényegesen megnehezíthetik, akár csak mondjuk mentálisan is egy szivárvány család életét, hiszen mondjuk szorongani fognak attól, mint mi kicsinek, hogy mikor jön a providentes nő beszedni a hitelt, hogy mikor jön majd a családsegítő nő, és, és, mikor kell. Tehát nem lehet úgy élni szerintem, legalábbis nem egészséges úgy élni, hogy folyamatosan tartasz az ellenőrzéstől. Uh, utoljára egyébként tényleg a, a, a kommunizmusban volt ilyen, és a most vicceltem nyilván a fekete autóval, de, de hát um, tehát sajnos ez megtörtént. Tehát a besugás, a jelentés, az, az, az ugye mai napig is nagyon sok mindenkinek egy nagyon érzékeny téma, de most szerencsére sikerült visszaugranunk egy, egy, egy üszkve 40 évet az időbe, és újra törvénybe foglalni ezt. Úgyhogy lehet, lehet jelenteni a szivárvány családokat, kérem szépen. Ég egyszer mondom, hogy nyilván itt azokról van szó, akikről nem tud az állam, de te kiszagolod. És hogy miért van erre szükség? Komolyan kérdezem, hát nyilván ássuk ugye az árkokat, mi csak van már amúgy úgyis elég mély szakadékokat, mert hogy nem eléggé vagyunk egy széthúzó nemzet, nem, nem eléggé vagyunk így széthúzódva, nem eléggé utaljuk így is a szomszédot. Na most még, ha kiderül, hogy a leszbi a gyereket neveli, na most, hagy, ha a nem gondolod, és akkor nem tudom, bujkálni kell, el kell játszani, hogy az unoka testvére, vagy, vagy, nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy mit vártak attól, hogy így visszahozzák az AVH-s korszakot. Egyébként, amikor tavaly a besugóról videóztam, nem tudtam, hogy egy ilyen elbaszott utóbbiát dolgozok fel éppen. Pláne egyébként azért fura ez, mert hogy a napokban Nyíregyházán megállt egy autó, és a csomagtartójában egy alultáplált haldokló és egy már halott ö, 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 gyereket találtak. Ezek a gyerekek egyébként gondozásban voltak véve, állami gondozásban, nevelőszülőknél voltak ö, elhelyezve. Tehát, hogy ö, kérdem én, hogy, hogy, hogy tuti, hogy a, a homik gyerekei itt, itt a prioritás? Tehát biztos, hogy, biztos, hogy ott van a... a a legnagyobb gordiusi csomó, amit ezzel át kell vágni, hogy, hogy besúghat a szomszéd. Tehát biztos az, hogy, hogy a melegek gyerekeire leselkedik itt a legnagyobb veszély. Mert hogyha a propagandát nézzük és az állami részt nézzük, akkor az van, hogy ha melegek nevelnek gyereket, akkor az biztos transzexuális lesz, vagy meleg, vagy és meleg, és amúgy is biztos zaklatni fogják. Um, Ellenben a nyers tény az az, hogy Nyíregyházen egy nevelőszülőnél lévő gyerek két napja feküdt halottan egy csomagtartóban. Borzasztó, szörnyű, tényleg. Tehát amikor ilyen híreket olvasok, akkor csak nyelem a gombócokat. Mert hogy az van, hogy ameddig ezek az emberek ugye nevelhetnek gyereket, lehet gyerekük, eh, addig nekünk nem és, az a prioritás most jelenleg, hogy, hogy jelentsük a szivárvány családokat, hogyha, hogyha úgy érezzük. És hogy biztos, hogy ezen a téren kell sepregetni? Annyira rendben van a gyermekvédelmi rendszer, hogy a szomszédmar is kell ráállítani a kancsókra, hogy mit csinálnak a földszinten a kis izével, annácskával? És igen, most bedobom az állami gondozott kártyát, és nem azért, mert engem sajnálni kell, mert azt gondolom, hogy az intézetből viszonylag korrekt helyzetbe jutottam. De én intézetben nőttem fel, és mai napig tartom a kapcsolatot ezekkel a lakásotthonokkal, viszek nekik folyamatosan adományt, bármilyen szükségük van, hívhatnak, megyek a gyerekekkel, találkozok, nyilván, ahogy idő engedi. Szóval... Látom, hogy nem ez a legfontosabb probléma. Higgyétek el, és szeptemberre még durvább dolgokat ígérnek, és néhány infó már tudódni látszik. Um, úgyhogy a jobb rendszeres kérdésre, mi szerint, hogy nem mentél még külföldre, hát nyert az Orbán, meg hogy még mindig itt vagy, csak annyit szeretnék mondani, hogy figyelj, türelem, tényleg igyekszünk. Na, de ugye nem gondolod, hogy ezzel a hány ingerrel zárok, nem ám? Tudod, hogy olyan sokan kérdeztéteknek, megmondtam, hogy mindig lesz egy jó hír a végén, és van most is jó hír, ugyanis megszületett, és ki Hubert, nem tudom kimondani a nevét. Miért nem lett horvát vagy varga? Szóval mindegy, a Hubi volt nálam, tudjátok, a kanapén, Ö, hasonlít a mentalistára. Ö, hát én megnézem, bazd meg, akkor is kimondom. Igen. Latki Schlickler. Latki -Lat 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 Schlickler. Szóval megszületett a Hubinak és Lacinak, az ő kedvesének a gyermeke. Sok egészséget kívánok nekik, meg nagyon, nagyon sok boldogságot, meg mindent. Nyilván van bennem egy ilyen természetes irítség, de nem azért, mert hogy, hogy, nekik van, hanem azért, mert nekem nincs, de ettől függetlenül kívánom, hogy a lehető legboldogabbak legyenek. Igen, muzik, Szivárvány család, ahogy befejeztem a videót, megyek is feljelenteni őket gyorsan, mert most már lehet. Na de nem menj a falnak, nyugi, mert nem a Szigony utcába vették a lurkót, természetesen külföldön éri őket az öröm. Amúgy el is költöztek, egészen pontosan Svédországba. Azt mondja, a Hubi mindig is szerette az ikás golyókat, ha <laughs> érted, hogy értem. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy hát na... Elmentek, elmentek azért, hogy boldogok lehessenek, de de érthető. Azért mondjuk remélem, hogy lesz ott egy, egy, egy Gerhard Eriksson, aki a körmükre néz, ha úgy van, és jelent a Varga Jucusnak érted, hogyha arról van szó. Gyanúsak ezek nekem, tudod, mert boldogok, sikeresek, az egyik orvos, a másiknak Michelin csillagos étten van. Áj, 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 miből kérem? Miből? Azért ez nem, nem így működik. Nem így működik, úgyhogy ugye remélem, hogy rájuk állítanak valakit. Um, figyelni, figyelni kell rájuk, gyanúsak. Na, a lényeg, legyetek áldottak, jelentsetek fel jó sok homárt, na meg szeressetek úgy, mint a Szabó Zsófi, legyetek olyan jók, mint a a legyetek olyan profik legalább, mint a Marsi Annikó, és hogyha valaki csak hozzászólna, hozzád szólna, beszélgetni szeretne veled, vagy aprót kérne az utcán, akkor, ö, akkor csináljuk, mint a Tóth Gabi. Na megyek, beszélek is a pszichiáteremmel, hát ha tud valami erőset ajánlani, hanem akkor meg csak felhívom a Marsit. Na jó van, legyetek jók, sziasztok!